Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír november 4-ére. Mint ahogy a képen látható, mindenki más irányba tekint. Itt a múltról van szó, vagy a jelenről, vagy a jövőről. Ami a múltat illeti, most lesznek emlékek a férfiaknál is, nálunk hölgyeknél is. Visszatekintünk a múltba. Ezek lehetnek gyermekkori emlékek, vagy egy volt kapcsolat, vagy kármikus témák. A férfiaknál vannak feszültségek, vagy azért, mert meg akarnak erővel tartani valamit. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, bizonyos tárgyak, vagy egy bizonyos hely. Nem tudják ezt elengedni, hiszen félnek a jövőtől, vagy nem akarnak jelenleg döntéseket hozni. De mivel itt a múltról és az emlékekről van szó, ezek lehetnek szép emlékek, ezek lehetnek kellemetlen dolgok, és a férfiaknál van most ez a kihívás, ez a belső feszültség, mert ők úgy érzik, hogy a múltban nagyon sok igazságtalanság érte őket. Nálunk hölgyeknél szintén a múltról, emlékekről van szó, de mi másképp kezeljük a dolgokat, mert mi le tudjuk ezt zárni. És megvan a könnyűség, a jelen, tervezzük a jövőt, itt tükröződik számunkra valami, érezzük azt, hogy lesznek meglepetések, változások, olyan dolgok, amire nem számítottunk, de mi hölgyek szinte örömmel várjuk ezeket a dolgokat, hogy mi hogyan alakul. Tehát megvan a bizalom, megvan a könnyűség. És mivel megvan a jó kapcsolat a férfiak és nők között jelenleg, és kihat a kommunikációra, és mi tudunk segíteni a férfiaknak, mert tanácsot adunk, mert meghallgatjuk őket, mert segítünk abban, hogy lezárjanak bizonyos dolgokat, ami náluk csalódásokat vált ki, és segítünk abban, mi hölgyek segítünk abban, hogy a férfiak más irányba tekintsenek. Foglalkozzanak a jelennel, és foglalkozzanak a jövővel, hogy legyenek tervek, hogy legyenek elképzelések. Mert az nem segít, ha ők most megállnak, fékezik az eseményeket, mert félnek a változásoktól. Tehát mi hölgyek vagyunk most erősek, és a férfiaknak szükségük van ránk. Most mutatok egy másik képet. Ajurvéda az jelenti az élet tudását vagy bölcsességét. Van három energia mező. Vatadósa, pitadósa, és a kafadósa. Ha megtekintem a napi horoszkópot november 4-én a személyes bolygókig, tehát Szaturnusz bolygóig, akkor megállapítható, hogy a tűz elemében nincs bolygó. Hiányzik a bátorság, a lelkesedés. A föld elemében van Szaturnusz bolygó, ami segít abban, hogy olyan dolgokat tartsunk meg, ami fontos számunkra, hiszen nem kell mindig mindent elengedni, és Szaturnusz bolygó segít abban is, hogy kiépítsünk valamit, ami számunkra adja biztonság érzetét. A víz elemében van Jupiter bolygó és a Hold, az indiai asztrológia szerint. Itt érzelmekről van szó, anyai témákról, vagy a lehetőségekről. A víz eleme és a föld eleme együtt a kafadósa, és ez jelenti a stabil,
párkapcsolatot, egy biztos munkahelyet, vagy javítani tud valamit az anyagiakat illetően. A víz eleme nem csak a kapha dósához tartozik, hanem a pita dósához is, ahol megvan a transformáció, és itt érzelmekről van szó, hiszen a hold ezt szimbolizálja. Mars bolygó, Vénusz bolygó, Merkur bolygó és a nap a levegő elemében van, tehát a vata dósában, ami jelenti a mozgást. Itt párkapcsolatról van szó, hiszen Mars bolygó utal a férfiakra, Vénusz bolygó utal ránk, hölgyekre, itt fontos a beszélgetés, hiszen itt megjelenik Merkur bolygó, és a nap megvilágít valamit, tehát lehet tisztázni bizonyos dolgokat, vagy vannak célok, ami látható, ami elérhető. De a férfiak erre nem jönnek rá, hanem mi hölgyek látjuk így a dolgokat, és tudunk nekik segíteni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!